Újabb ezúttal egy igazán hiánypótló fejlesztésnek köszönhetően sokkal gyorsabb és pontosabb lehet a Honvéd Kórházba beutalt betegek ellátása. A SPECT CT nevű a nukleáris medicina területén alkalmazott berendezést Hende Csaba honvédelmi miniszter november 10-én hétfőn mutatta be az MH egészségügyi központban. Aki időt nyer, az életet nyer, gyorsabbá válik a diagnózis, és lerövidül a betegség megállapítása és a gyógyítás megkezdése közötti idő ennek a berendezésnek a segítségével. A Honvéd Kórház azonban nem csak a Magyar Honvédség és a NATO egyik kiemelkedően fontos intézménye, de a magyar egészségügyi ellátórendszernek is az egyik pillére, az egyik legfontosabb tartó oszlopa. Elhatározott szándéka a Honvédelmi Minisztériumnak, Magyarország kormányának és az intézmény parancsnokának és teljes vezetésének, hogy tovább menjünk a fejlesztések és a modernizáció útján. Szabó István vezérőrnagy, az MH egészségügyi központ parancsnoka a 200 millió forintba kerülő magyar gyártmányú szerkezettel kapcsolatban elmondta, a Honvéd Kórházban működő nukleáris medicina osztály Magyarországon ezen a területen az élvonalba tartozik, és már régóta készülnek arra, hogy ezt az alapgépnek számító berendezést beszerezzék. Ennek óriási a jelentősége, hiszen itt egy olyan hibrid megoldásról van szó, amely jelentősen meggyorsítja a diagnosztika végrehajtását. Gyorsabban, hatékonyabban tudunk vizsgálati eredményeket kapni, mindenféle kiegészítő vizsgálatok nélkül, tehát jelentős előrelépés az osztálynak az életében. Magyarországon azok szerint, a szakemberek szerint, akik az egészségügyi ellátással, illetve ellátás szervezéssel foglalkoznak, közel 30 ilyen berendezésre lenne szükség. Na most ebből egyelőre 60 egyébként a kórházaknál, és én úgy gondolom, hogy mind hatékonyságában, teljesítményében, mind minőségében emeli az ellátás színvonalát itt a kórházban.